Az esküvő utáni napon a Martonosi Bajtai család otthon előtt öröm helyett szomorúság és bánat. Rádos Efer állítólag ellenezte fia és Bajtani Natália esküvőjét, és már az ünnepségen civakodott. A rendőrök akkor elvitték, de nem sokkal később kiengedték. A Martonosi Bajtai család házába délelőtt 10 óra körül állított be, továbbra is ittas állapotban. Nem hivatalos információk szerint vadászpuskával megölte Mennyét, annak szüleit, Bajtai Sándort és Karolinát, valamint a saját feleségét, Rózsát is, akitől, ahogy megtudtuk, tavaly vált el. Ezt követően állítólag magával is végzett, habár a helyszínen arról is lehetett hallani, hogy valaki más végzett vele. Fia Vlasztimir abban a pillanatban nem tartózkodott a házban, így maradt életben. A szomszédok jelentették az esetet a rendőrségnek. Sáfrány Radmila elmondta, hogy dulakodása és hangoskodása lettek figyelmesek a délelőtti órákban. Ezt követték a lövések, majd a házból kiszaladt először egy, majd utána még egy férfi. Segítségét kiabáltak francia és angol nyelven, mondta az asszony. A martonosi gyilkosságokat megelőzően Rádes Efer Oromon még 2 emberrel végzett. Ott saját apusát és anyósát, Tracsik Jenőt és Rózsát lőtte le. A helyszínen is órákig tartott mind a 2 helyszínen, hivatalos információkra és részletekre holnap számíthatunk.